Hello mindenki, itt viccelek és az UVF. Azzal zsinakoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt, mint ti azt már láthatjátok is, Don't Starve Gameplay sorozat, a következő része, nem tudom pontosan hányadik, de azt a következő. És hát ugye eléggé régen volt már utolsó rész, azóta már nem is emlékszem pontosan miket csináltam. Ja igen, körülbelül megvan. Kajával hogy állunk? Aha, az egész jó. Hát igen. Mondjuk azért jobb is lehetne, de jó az út. Na és ugye most akkor arra kellene nekünk vigyázni, hogy nagyon-nagyon hamar most már be fog köszönteni a tél. Szóval minél több fát össze kellene gyűjteni, még mielőtt tényleg nagyon komoly lenne a baj. Illetve kell majd megszereznünk ugyebár sapkát is, téli sapkát. Meg hát sajnos mindenfélét, hogy nehogy majd baj legyen még itt a végére. Hát igen, 40. napnál vagyunk, azt hiszem ilyen hosszú nyárral is eljön, nem is tudom, 60 nap vagy 50 nap körül, már nem emlékszem pontosan azt, hogy az igaz, hogy be kell valljam, de majd kiderül. No, és hát akkor ugye most mindenféle gyűjtögetni kell, tényleg fűvel is kellene egy csomót még szerezni, játékon belül, igen, meg nem is tudom, hogy mi kellene nekünk. Azt hiszem minden megvan, hogyha minden igaz. Ó, meg itt is vannak csapdák, ha, de jó. Na hát igen, egyébként a fák otthon kinőttek, azon gondolkoztam most így nagyon, hogy lehet inkább egyszerű lenne akkor majd az otthoni fákat kivágni, hogyha már más nem. Tehát akkor nem is kell most gyűjtögetni sem, meg semmi. Csak az ilyen nagyon olyasmi dolgot, ami ugyebár a ház körül nincsen. Jó, mondjuk van fű is, meg bokor is, de az ugyebár sok idő, mire kinő. Most itt azért nagyon gondolkoztam ezen a dolgon. Ez mit ad? Hopsz, ezt pont nem akartam. Na mindegy. Ja, az itt az ilyen szép nagy fákat mégiscsak ki kell vágni, mert hát szinte kérik, hogy vágjam ki. Egyébként 39. nap reggelén kezdtük el, úgy látszik. Akkor körülbelül ugye 41. nap reggeléig, vagy 40. nap estéig fogunk majd játszni. Hogyha az ugyú mindenkinek. Igen, azt hiszem az ugyú is lesz. Hopp, az ott mi a fene? Valami, ja, csak ilyen rohadt cuccos. Hogyan kell ezt mondani magyarul? Hát rádió, mondjuk úgy, egyszerűbb az. Hát mindenki megérti. Na hát akkor ott ugye már, ha minden igaz, akkor minden tökéletesen halad. Tehát most egyelőre semmit nem kell. Jaj, ne! Ettől féltem mindig. Kikelt? Megszületett ez a faszörnyeteg, mert túl sok fát kivágtunk. Hú, de megijedtem. Bár hát azért van is mitől. Na akkor most ne az a dolog, és az a része, hogy fel kell gyújtani, mert ez óriás nagy veszélyt jelent ránk. Hát itt van egy 13-as fákja, de az még kevés. Ezt hol lehet kraftolni? Várjatok már. Itt. Aha, csak is ilyenek kellene hozzá. Jó, hát akkor azt hiszem, aha, ez utánam jött, ez tényleg utánam jött. De most nem, már itt most mindent el fog nekem rontani, nézd meg. Gyere ide, felgyújtalak. Ezt mondtátok, hogy baromira erős, és nem érdemes vele szarakodni. Hát én nem tudom, ezt fel lehet így gyújtani? Nem. Ezt hiszem, hogy igen. Hát, aha, ő is felgyullad, ez az. Ilyet akkor azt hiszem, le fogjuk így ott égetni, csak igen, beleadjuk az egész erdőt is. Az a lényeg, hogy oda hozzánk ne terjedjen át nagyon. Sűrűs beszélt már, de hát ez mi? Hogy itt ez egy ekkor át belém? Valami csak jó üzenet. Mondjuk ez pont nem kell nekünk. Csak halljon már meg. Mindent le fogok égetni, szemébe. Még pont ezt nem akartam, most akartam nyilván fát gyűjteni. Na mindegy, csak oda hozzá ne terjedjen el a tűz, mert az meg már végképp rossz lenne. Várjunk? Hát nem hinném, hogy ebből lények foglalkoznak vele nagyon. Azt is felgyűjtjük. Jó. Csak nem tudom ennek mennyi HB-ja lehet kb. Ugye nem akarom nagyon elhúzni itt a harcot, tehát nem akarom itt nagyon éjbe nyúljon meg minden. Minél hamarabb halljon meg és kész, jól lesz az út. Hopsz. Ez itt észre a cuccokkal, mert nem akarom, hogy leigen itt a kezembe a fákja. Úgy gyorsan? Jó, oké. Na csak öljön, vagy halljon már meg. Fenébe, nem lesz az így jó. Mennyit kellene égnie? Hát már az egész erdőt felgyújtottam. Így, igen. Még mindig? Hát ezt nem hiszem el. Ez baromira erős. Azon gondolkozok, hogy lehet meg kellene inkább ütni. Már hát ugye... Igazából nem tudom, az most mennyit sebezne rajta, egyetlen érne el valamit.
Megyünk inkább a bölényekhez. Csak várjatok, ott meg az a baj, hogyha a bölények nem támadják meg, akkor igazából nem tudok mit csinálni, semmit sem bírok felgyújtani. Aha, igen, ez így nem éri meg. Nem. Tehát hagyjuk, nem, ez nekem nem ér annyit. Tehát gyújtogatunk. Hát én annyira vigyáztam mindig, hát igazából egyáltalán nem vigyáztam. De akkor sem akartam, hogy megtámadjon az a nagy fa. Na, tenébe. Itt mondjuk lesz mit felgyújtani, azt tuti. Hát akkor hagyj égjen. Úgy van. Na tessék, na, gyere ide. De azon nem tudom mennyi idő mire leég. Ezt egyáltalán fel lehet úgy, tehát ezt meg lehet így ölni lánggal. Hát logikus lenne szerintem. Hát teljesen logikus. A fa az leég, az jól van az úgy. Ajaj, ez nagyon nagyokat tud ütni. Igazából nem tudom, én most eléggé félek tőle. Mert hogy az a gond, hogy ilyet még sosem öltem. Várjunk? Jaj, de jó kis bölény. Gyere csak! Te meg akarod őt ölni? Nézd! Hogyha a fa... Aha. Aha, nem. Engem akarnak megölni. Ugye? Ajaj, nem jó, nem jó. Azok szerintem engem akarnak megölni, és a fókok is engem akarnak majd. Basszus már! Mi lenne, ha véletlenül megütni a bölényt? Akkor lehet, hogy megtámadná a bölény, és megölnék. Na tessék, úgy is jön engem, hogy a bölény... De... Nézd már! Ajaj. Hát én most nagyon nem tudom, mit csináljak. Itt még a pókok is támadnak, az az igazság. Várjunk, én leteszek egy tábortüzet. Őbe akkor bele tud vajon most menni? Lehet most úgy fog eltenni az esténk, hogy el körül a tűz körül fogunk majd keringeni. Nem gyullad fel, de. Felgyullad tőle, az jó lesz. Tehát akkor itt az este. Azt hiszem most itt fogunk így keringeni. Ó, van nekem így is megfelel. Csak halljon meg minél hamarabb. Áj, nagyon-nagyon félek igazából. Megpróbálom nagyjából legyőzni a félelmemet, de nem akarnék most itt meghalni. Ennyire közel vagyunk már mindenhez. Ezzel nem tudom nagyon most mi a célom ezzel, hogy hát igazából azt minél tovább túléljünk, azt jól van. Nem kellene a több cél. Később bevágjuk, jól van. Ezt is jól van, de ne egyél már annyira így. Fenébe. Nem lenne amúgy rajtam az a sapka, már rég meghaltam volna. Na jó, nappal elmegyek valóban, hogy megöljék. Disznóhoz, azok biztosan meg akarják majd ölni, nem? Oda is mire elmegyek. Há. Gyullad már fel még egyszer. Már nem akar felgyulladni, és azt nézd. De, jó, oké. Na, legyen már nappal, én már lépjek a disznókhoz. Aj, valami Józsi, remélem megsegít engem. Szegény ártatlan Wolfgang vagyok. Odáig el kell menni mindenen keresztül. Na hát ez nagyon kemény lesz. Alig gondolom, kaja ez, amiért meg is öl engem. Ez is? Aha, az is. Hát fantasztikus, mondhatom. Meg ez most amúgy regenerálódik közben, hogyha nem ölöm meg időben. Ott gyújtogatom már egy éve, hát nem igaz. Hát erre úgy látszik, nem készültünk fel egyáltalán. Na várjatok, gondolkozunk logikusan. Mi az, ami őt most megtámadná vajon? Hát semmi. Ez csak útni bírom vele, az a gond. Elmegyünk erre. Ó, majd ezek megtámadják, nem? De ez ők engem is megtámad, az a baj. Na várjunk, megvárjuk, hogy ide jöjjön. Csak most gondolkozunk, hogy úgy kell egyik most menni, ezek végigüssék. Mi? Mi ez a hang? Ez most a növény? Ja, ez a növény volt. Aha! Aha, harcol a növények, vagy a növénnyel. Erre kíváncsi leszek, hogy meg fog-e halni. Remélem. Aha, mindjárt megöli az a sok szem. Ez még akár védekezésnek is jó otthonra, mert ezt amúgy tényleg valaki írta is nekem, hogy ugye nekünk még van otthon egy ilyen növényünk, vagy már... Ugye már nekünk otthon azt hiszem most már két darab is van. Ez mit adott? Living log. Hát, ez nem tudom, nem mindegy. Aha, most azért megnyugodtam a fenébe, de nagyon féltem. Hűha.
Egyébként nagyon sokan írtátok nekem, hogy volt, hogy ti így haltatok meg. Nem is tudom már, azt hiszem volt, aki már több mint 100 napnál volt, és akkor megölte egy ilyen szörnyetek, mert nem volt nála semmi, és ő pedig nekiugrott, hogy majd ő megöli, de nem jött neki össze. Szóval, ja, a részvétel egyébként a srácnak, tehát őszinte részvétel. De ezt most tudom, hogy ezt túléltük. Egyébként el nem tudjátok hinni, nagyon-nagyon féltem. Én sem akarnék most itt meghalni. De hát sikerült legyőzni a félelmemet. Ügyesek voltunk, megoldjuk. Vagyis hát nem ide, hát értitek. Azért van természet, hogy ezt felhasználd, ezt így mindenki tudja. Egyébként azt írtátok, hogy ezek meg miért száradnak el mindig. Mert mint kiderült, rosszul csináltam. Azt kell vele csinálni, hogy hopp, nem ezt, hanem ezt használjuk el. Szóval ezt úgy kell csinálni, hogy ezt ide, ezt oda, mindjárt elmondom, csak most itt nagyon belemerültem ebbe. Mit tegyünk még? Hát mondjuk egy ilyet is. Kíváncsi vagyok ebben most mi lesz. Ja, pont azt nem tettük bele, amit én akartam. Ezt. Na mindegy. Szóval, hogyha ezek ugye két fázisba tudnak megnőni. Egy, amikor csak egy-két bogyó van rajta. Kettő, amikor tele van ilyen óriás nagy csomó bogyóval. Na, akkor kell leszedni, mert hogyha előtte leszedem, akkor az olyankor nem jó. Tehát olyankor ugye bár el is fog száradni rögtön a növény, tehát ugye az egész. Na, most egy olyat fogunk csinálni, hogy ebből kiszedjünk két ilyet, úgy, és akkor most ebbe beleteszünk egy ilyet, meg egy húst. Jó kis vegetáriánus kaja, jó az úgy. Azon gondolkozok, hogy lehet most akkor szedjék-e pár nyulat, mert hogy télen ugyebár nem tudom, hogy tudok-e rájuk most vadászni, de hát szerintem nem. Télen elbújnak a nyulak, mert hát hideg van, logikus, vagy hát legalábbis úgy lenne logikus. És ez a játék, ez viszonylag reális, szóval lehet, hogy ez is így benne van, de most nem jól biztos, hogy igazság. Na mindegy, majd legfeljebb kiderül. Na igen, tehát ugye arról volt szó, hogy valaki nekem még írt a régebben, hogy meg tudnám azt tenni, hogy ide elültetni. Na, Mikey. Jó. Szóval el tudnám ugye ide ültetni valahova a közelembe ezt a nagy növényt, ami ugye most megölte azt a faszörnyeteget. És az akár engem meg is tudna védeni, és egyébként teljesen igaz is van, most, hogy belegondolok, simán őt is megölte ezt a jó nagy darab akármit. Szóval nagyon jó lenne, lehet ide fogok egyet majd akkor ültetni. Na, most ezek is ide jönnek, fantasztikus. Egyébként annyira kétségben voltam, és nem tudom, az most, hogy mennyire jött le ebből. Végig sprinteltem már az egész világon. Fű, erre a kis textúra izére azt hittem, hogy ott mindjárt elő fog kelni, mint hogy mozogna a fa, azt hittem tényleg. Na, ez a kedét most összeszedjük, és akkor majd lesz egy csomó botunk is. Itt nem messze tőlünk, azt hiszem fű is van, hogyha minden igaz, oda már ültettünk, és akkor az is jó lesz. Honnan van nekünk 6 darab ilyen izény? Alapból is már nálunk volt? Biztos. Na, akkor ugye 3 darab nyulat meg is szeretnék innen szerezni. Úgy. Ezeket most akkor kiszárítjuk. Így az összeset. És egyébként most látható is, hogy sötétben most nem tudom, annyira látszik, de ezeken, hogyha minden igaz, még nincsenek annyira nagy bogyók, ilyenkor még nem szabad leszedni, mert akkor el fognak száradni, vagy valami ilyesmi a lényege, hogyha még nem eléggé fejlett, vagy még nem eléggé jók a magukon bogyók, akkor olyankor el fog száradni valamiért. Nem értem pontosan miért, de mindegy. Na és akkor most még vissza, letesszük a kaját, nyulakat már csak így hívjuk, de a többi ez, barátkozatok. Így van. Aztán, ugye most van 40. nap, mindjárt éjjel lesz, úgy terveztem, hogy most fogom befejezni ezt a videót, szóval lehet tényleg most fogom. De esetleg meg elgondolkozok, mi az, ami nekünk kellene. Nagyjából semmi. Minden megvan. Bár lehet még kellene pár ládányi kaját szerezni. Az nem lenne nagyon rossz ötlet. Tényleg az a baj, nem tudom mennyire mászkálnak nyulak meg ilyenek. De apropó fal, az kell még nekünk. Mondták, hogy tegyem körbe fallal a bázist, mivel hogy meg fognak minket majd támolni folyamatosan. Tényleg ilyet is lehet építeni, mert akkor nem spónolnak ide majd malacok, még jobb. Tényleg a sapka. Milyen? Ops, ezek nagyon-nagyon drágák. Ajjaj. Úha. Hát srácok, harcolni kell a pókokkal ezek szerint. Pedig azt nagyon-nagyon nem szeretek.
lehetne megint össze kell szedni egy nagy Józsi csapatot? Hát hol van sok fók mondjuk? Az a kérdés, hát ezen a területen pont itt a Józsik fölött. Ez jó ötlet. Fogunk szerezni fókhálókat. Méghozzá megpróbálom minél többet. Csak ugye lehet megint létre fog majd jönni ez az orgyás pók. Akkor kell vinni fákjákat is, hogy felgyújtsuk. Igen, egyre keményen már ez a játék. Ugye azért érezhető, hogy már kezdi bedurvulni ez az egész, hogy jönnek már az orjás szörnyetegek, a bosszok. Nem tudom, mi az a hang. Ja, de ez volt. Oké. Okay. Szaja. Viszont ennek a videónak most azt hiszem itt lesz vége. Remélem tetszett, bár nagyon sok mindenről nem szólt, mert nagyon-nagyon beparáztam, és végül is csak menekültünk. De sikerült mondjuk megölni a végére az orjás fát, a szörnyeteget. Viszont van egy olyan érzésem, hogy itt a fát most vagy kinőnek, vagy már mennek össze, mert ugye hallom a hangjukból, hogy valami nem oké és velük. Na mindegy. Tényleg kellene egy csomó követ is szedni, hogyha falat akarok építeni. Aha, most, hogy mondjátok, még nem állunk készen. Kellene még bányászni. Azt mondjuk itt lehet. De oda teljesen üres inventory-val kell elmenni. Igen, még azért nem vagyunk teljesen jók, az tuki. De jó, hogy szóltatok, hogy miért nem bányászol, hülye gyerek. Na mindegy, legyen már reggel, ki akarom vágni a fákat. Aha, igen, most kinőnek, vagyis ott kinőttek igazából. Hú, az nagyon-nagyon jó, itt akkor most egy csomó fát tudunk majd szedni. Az tényleg nagyon-nagyon jó. Ez így már a maximum méret, én még nem kraftoltam. És ez így már tök jó. Na, akkor vágjunk is bele. Értitek, vágjunk bele. Tudom, szó szerint. Nagyon nyugi. Én hogy is kell? Így kell. Hát az pont a legkisebb fa, de mindegy. Ops, jó, mind szedjük össze. Csak most attól félek, hogy itt most megint létre fog jönni egy óriás fa. Bár, ha belegondolok, nem nagy probléma most nekünk. Kisebb problémánk is nagyobb annál. Elmegyünk ahhoz a szörnyhez, és azon majd szépen megöli. Ezt az úgy jó is lesz. Tényleg ez a kezdve megint megörülni a kis Wolfgangünk, jaj, de jó. Miért is ne? Ja, amúgy tényleg még nagyon-nagyon sok mindent kell még megtenni. Főleg egy csomó pók hálót szerezni. Kár, hogy más ilyen nem tudok, csak is úgy, hogy megölöm őket. Kellene egy ilyen valamilyen karakter a játékban, egy ilyen kis beépített kis boss vagy NPC, akivel lehetne trédelni. Gondolj már be, mennyire jó lenne. Hopp, ez itt mi volt bent? Ja, csak a csapda. Ezt akkor tudnál tőle venni akármit, mint mondjuk TF-be vagy Minecraft-ba is. Hát végülis, ott nem tudod meg azt hiszem, hogy mit akarsz venni. Mindegy, nagyon-nagyon elkanyarodtunk a témától, de mindegy. Rendben, azt hiszem, ennek a videónak most itt lesz vége. Végül is videón kívül is ki tudom vágni a fákat, egyértelműen. És akkor az úgy jó is. Remélem tetszett, legközelebb van, hogy visszatérek. Viszonylag hamar, ugyebár itt lesz most már a tél is. És azt hiszem, az lenne a feladatunk, hogy szerezzünk minél több fókhálót, meg csomó követ, meg mindent, hogy hogy végbe legyünk azért. Na jó, rendben, akkor most már tényleg ezzel búcsúznék is. Legközelebb van egy találkozunk, addig is sziasztok, ja? És persze ne éhezzetek, azt lefelejtsétek.